egészségügyi miniszter jelöltjét kérdezte a héten az ATV riportere, hogy nem lesz se sok a negyedik oltás, akkor azt mondta, hogy nem lesz sok, sőt, lesz majd ötödik és hatodik oltás is, és lesz majd hatodik és hetedik hullám is. Ha ezen az úton járunk tovább, ha ezt a politikát folytatjuk Magyarországon, amit mind a Fidesz, mind a balliberális oldal képvisel, akkor a most 5 éves gyerekeinkre az életük során nagyjából 230 Covid oltás vár. A Fidesz oltás alapú társadalmat épít Magyarországon. És ne legyen kétségünk, a választások után ugyanez fog folytatódni, ha nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot. Visszaköveteljük a normális életünket, a Mi Hazánk mozgalom éppen ezért sem tud semmilyen választási szövetséget kötni semmelyik másik párttal, mert ők mind a ketten az oltások erőltetésében, kötelező vétételében, az oltásnak a propagálásában látják a megoldást, mi viszont az emberek szabadsága mellett állunk ki. Nekünk feltett szándékunk az tehát, hogy az összes korlátozást, ami ezzel kapcsolatban fennáll Magyarországon, azt megszüntessük, pláne ne kötelezzenek senkit arra a munkájának a zsarolásával, vagy a munkája elvesztésével való zsarolással, hogy beoltassa magát. A Facebook percenként 60 millió forinttal gazdagodik, míg a Google percenként 127 millió forinttal. Tehát ezekre az óriás vállalatokra is vethetett volna ki járványszolidaritási adót a kormány, hogyha szembe mert volna menni a multinacionális cégekkel. A kaszinókat is mondhatnánk, hiszen amikor egy sarki kiskocsmának is zárva kellett lennie, a kaszinók akkor is nyitva voltak, és ezek is ugye fideszes oligarchákhoz köthető, az ő tulajdonukban lévő vállalkozások, ezek is óriási bevételekre tettek szert, és hát, hogy ne hagyjuk ki a gyógyszercégeket sem, hiszen nem csak a vakcinagyártók növelték a bevételüket, a legnagyobb mértékben nyilván ők, de óriási mértékben nőtt az összes gyógyszercégnek a bevétele, hiszen az emberek jobban elkezdtek figyelni az egészségükre, elkezdtek vitaminokat szedni, tehát bőven lettek volna olyan vállalatok, amelyeket megadóztathatott volna egy járványszolidaritási különadóval a kormány. Ezt még most is meg lehetne csinálni egyébként, és akkor lett volna fedezet ezeknek a lezárásoknak a következményeire.